Nem is tudom, hogy ki tudom-e mondani. Sándor György. Jó napot kívánok! Jó helyen járok? Biztosan. Miben tudok segíteni? Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, hogy én a karácsonyra szeretném az unokámat meglepni egy ilyen különleges szörme dologgal. Uh-huh. Hogy azt, hogy hozzam be a méretet, vagy úgy akarom, hogy ő ne tudja meglepetés. Hát körülbelül elmondja, hogy alkatra milyen, és ki tudunk választani egy bundát is, hogyha az nem felel meg. De én nem bundát szeretnék neki, hát hanem egy ilyen, hát ez az elképzelésem, hogy nagy legyen a meglepetés, hogy egy ilyen szörme alsónadrág. Hát olyannal sajnos nem tudom szolgálni. Túl melege lesz. Nagyjából az a méret, mint az enyém, persze én már pocakos vagyok alatta, hogy nem tenni meg azt, hogy méretet venne. Én nem tudom, hogy kell venni. Ne haragudjon. Az alsó nadrág méretet semmiféleképpen. Te csípőbőséget vagy valami? És a szörme összemegy mosásnál vagy valamit? Azt nem szabad mosni. Nem? Nem. Azt csak tisztítóba lehet vinni, száraz tisztítóba. És akkor miben jár, addig hát fölfázik a... Tessék mi kivenni kettőt. Nem túl szokatlan ez a szőr? De eléggé szokatlan, amit most egyszer. De nem kérni. Olyanra gondolok, olyan szőre hullatót, vagy... Ezek nem hullanak. Esetleg, hogyha ebből így hozzám mérnék, ez mennyibe kerül? Mert hogyha megvenném az egészet, és lenyisszantanánk. Ebből akarja lenyisszantani az alsó nadrágot? Hát, hogyha nem gyártanak külön. Hát, de azt nézze meg, az egyik ilyen alsó madárfogása, vagy nem. Milyen madárfogása? Elnézést, csak nem, tényleg egy kicsit furcsa, hogy úgy ízlelje meg, hogy milyen volna az unokámnak ez a szörme. Ez túl vastag alsó nadrághoz? Hát szerintem igen. Egy kicsit milyen sejmes a fogás. Igen? Köszönöm az a kezem. De oda nem jön, mert az azért furcsa. Ebből lehet. Ezt el is viheti akár, én nagyon szépen eladom. Köszönöm ennek szépen. 1 millió forint. 1 millió forint? Igen. És ebből a alsónadrágra mennyi jut? Hát ebből akár 4-5 alsónadrág is kijut. Ez eredeti? Hát ez alsónadrágokat vartak össze ebből? Vagy ez eleve ennek készült? Nem, ez egy kabátnak. Mert ha ezt készült, szét tudjuk szedni szörme alsónadrágnak, akkor... Nem, ez állatokból készült. Összezavart most egy kicsit. Kicsit összezavartam, akkor elmagyarázom. Ez állatokból készült, ilyen pici apró darabokból van összevágva. Nagyjából, hogy van egy krétával, hogyha adna egy krétát. Ez krét, ez a Isten őriz. Vagy egy ollót adna, és akkor feladatná, mint a hídnál, amikor emlékszik a szalagot. Ezt meg lehet oldani, ki tetszik fizetni az 1 millió forintot, egy olyan 200 ezeret, hogy hol... Honnan 200 ezer? Vagy hogy lehetne nyesni úgy, hogy ez... Milyen 200 ezer? Hát, hogy levágnék bele egy 200 ezer, elvinném, és visszahoznám, hogy összevar. Igen. Ebből nem lehet levágni. Akkor nagyon szívesen adok egy ólót, és azt csinál vele, amit akar, amikor ezt az 1 millió forintot ki tetszett fizetni. Miért mindig az a pénz? Mindig ez. Ez én is bajba vagyok vele, de ez ennyibe kerül. Fölvenni egy percre, hogy magának is. Szívesen. És így, hogyha most ezzel együtt, ez 1 millió. Hát most, és hogy már benne vagyok, megvenni. Akkor egy kicsit többe fog kerülni. Hát, nem nagyon tudom, eleven. Nagyon sokba, köszönöm. Magának is van ilyenje? Nekem nincsen sem. Mert tudja, hogy készült. Ez nem valódi szer, azt tudja. De ez valódi. Értek, a gyufát adjon mindjárt. Gyufát? Milyen? Hát, hogy megnézzem, hogy pörkölik, hogy milyen illata van. Ezt Isten őriz. Ugyanolyan, mint az ön szakállának, ha meggyújtjuk. Most mire akar célozni itt a zsinagóga mellett? Semmi nem szeretnék célozni. Csak azt mondom, hogy ne gyújtsa fel a kabátunkat.